November első felében figyelhettek fel Nyíregyházán a Szegfű utcán közlekedők erre a különös dobozra. A Trafibox újdonság a városban, feladata elsősorban a gyors hajtó kiszűrése, de más szabálysértéseket is regisztrálni tudnak vele. A felvételek automatikusan a központi számítógépes adatbázisba jutnak, így aki vét a szabályok ellen, 10 nap múlva kapja a csekket. Ha az eszköz benne van a mi VHKKP eszközünk, akkor olyan funkciókat is, ami kiegészítő funkciókban merül fel, tudunk ellenőrizni, mint itt a mögöttünk lévő, illetve velem szemben lévő lámpa a tilos jelzésen áthaladás is tudja mérni a sebesség túllépésen, illetve nézni a sebesség túllépése mérését követően, vagy illetve párhuzamosan is ez az eszköz. Ez a Trafibox azért lett ide helyezve, mert ez egy balesetveszélyes kereszteződés, gyakorlatilag forgalom sűrűsége, illetve a kereszteződésből adódóan is egy indokolt volt, és ez gyakorlatilag azért jobb a védákhoz képest, mert a véda az egy fix helyű, ez pedig a doboz maga az fix, benne lévő eszköz pedig azt ki lehet venni, és másik eszközbe is le lehet rakni. Így tehát előfordulhat, hogy a dobozban nincs benne a mérőműszer. Egy civil rendőrautóba szerelve azonban ugyanúgy tudja figyelni az adott szakaszt vagy kereszteződést. Az új rendszer már az első rövid időszak után számtalan szabálysértést regisztrált. Olyan autós is akadt, aki rövid időn belül kétszer is több mint 80 km/h sebességgel haladt el a műszer mellett, a megengedett 50 helyett. Gyakorlatilag nappali időszakban egy ilyen 10-12-13-15 sebesség túllépést regisztrált, illetve rögzített az eszköz, illetve a tilos jelzésen áthaladás is azért egy párat néhány esetben rögzíti. Az éjszakai órákban szintén egy ilyen 6 és 10 közötti 5-6-10 változó, hogy mennyit tud rögzíteni gyorshajtást természetesen. A Trafiboxot a közeljövőben további két helyszínen, leveleken is Újfehértón alkalmazzák még a megyében.